Nagyon szépen köszönjük a megtiszteltetést. A Palotai Lovas Klub, jó mondom? Igen, nagyon. Palotai Végre. Sport és Versenyistáló. Palotai Sport és Versenyistáló rendezvényét meghívása Nikivel itt vagyunk. Nórint, aki Nikivel ugye bejárják a Szlovákiát, az egészet. Egy finom vacsorán túl vagyunk. Jaj! Jaj! Jó. Nagyon hát a házigazdák igazából Zita drágánk. Nálam nincsen pénz. Akinek minden nap utalok komolyabb összeget, soha nem kapja meg. És a Jani barátom az Eisenman, ugye Kálai Palira mondtam utoljára ilyet, hát amit kibír, nem az Zita miatt, hanem amúgy összességében. Zita is közrejátszik, gondolom, de le a kalappal. Úgyhogy a kisfiúk nincs itt, az egy tündérke. Ugye volt már nálunk is, vendéglátóban. Voltam náluk picike, voltam, amikor jött, akkor már nagyobb, nagy fiú már. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a meghívást, valószínű, hogy nekem kell rendezni majd a dolgokat. Hát ugye ez így szokott lenni. Így nem, megoldom, hoztam eurót. Úgyhogy még egyszer köszönjük. Tehát még egyszer a Palotai Sport és Versenyistáló meghívását köszönjük szépen, és egy nagyon kellemes helyen vagyunk, nagyon finomat hamisztunk. Köszönjük szépen. Az előétel volt, ugye, az előbbi. Most jön a többi. Most jönnek a husikák. És a husikák. Nagyon jó. Köszönjük szépen. Köszönjük. Úgyhogy remek, szerintem a hangulat jó. Hölgyek nagyon csinosak. Aki ismer, az tudja, hogy nekem a fiúk még csinosabbak. Most nincsenek ilyen kis fiúk azokban. Ott van egy ilyen szakállas bácsi, amelyik. Na, arra megyek, hát szerinted. Na, úgyhogy a kis fiatal lovasunk is van itt, ki tudja mi lesz, itt van egy nagyon kis, szintén lovagolsz? Lovagolsz, jó. Úgyhogy mindenki itt van, és köszönjük szépen. Hát mindenki lovas, vagy szülő esetleg, aki drukkol a kisfiának, kislányának. Úgyhogy Anikám... Másik végére is menj, egyára rántatós nem érdekel. Na, mindenhol voltam. Mindenhol voltam, rántatósra léptem. Jó. Úgyhogy köszönjük a meghívást, amit valószínűleg hogy én fog szponzorálni. De se baj, Jani, tavaly ugyanígy volt, csak egy másik étteremben volt. Szerintem az olcsóbb volt egy kicsit. Nem, tavaly, dehogy nem. Ja, de tavaly voltunk. Ja. Úgyhogy köszönjük szépen. Valahol itt vannak a lovasok. Kik lovagoltak ma nálam? 1, 2, 3. És azt mondták, hogy nem voltak ügyesek. Vissza lehet nézni a YouTube-on, vagy akár az oldalamon. Ügyik voltatok nagyon. Csak furcsa más, ugye? Sokkal kényelmesebb rendes lovon lovagolni, mint épp, hogy tartod magad. Ügyik voltatok, kész. Visszanéztétek a videót? Visszanézted a videót, és nem volt jó. Tip-top volt, nyugi. Úgyhogy bravo, gyertek legközelebb is a kedvetek, mert minden szombaton délbe itt kezdünk. Vagyunk 5-en, 8-an, 20-an, mindegy. Kis műlovaglás, a többiek úgy vannak előrébb, hogy már délelőtt ott vannak reggel a istállóban, és rendes telivékenen is lovagolgatnak, és utána délben meg felbondunk. Na, jó étvágyat nektek, sziasztok! Ja. Na, úgyhogy egy szimpatikus kis csapat. Ugye tavaly is jó pár embert ismerek közülük, voltak, de újak is vannak. Jaj, de hogy nem tudják. Tudják a kicsit, nem tudják. Jani, én olyan szomjas vagyok. Kérek, nem, köszönöm. Na, puszika.